Működik. Sziasztok, Oszlott Balázs vagyok, és a készülő pázoljátékokat szeretném nektek bemutatni. Mielőtt megijednétek a játék stílustól, vagy a pázoltól, nagyon rövid leszek, 5 perc lesz az egész, akár stopper foghatjátok is. De ez alatt az 5 perc alatt szeretném mindenkiből azért táncigálni egy kicsit a pázolj játékost. Ott kezdeném a történetet, hogy én nem ezt a játékot fejlesztettem mostanáig, hanem egy teljesen másik játékkal foglalkoztam. Az történt, hogy 2 évvel ezelőtt a sokadik be nem fejezett játékok magain azon kezdtem el gondolkodni, hogy mégis mit kellene csinálni, milyen játékot tudnék én összerakni a szabadidőmben, amit végre be is tudok fejezni. Ugye volt több próbálkozás, az első még 364-en, aztán később iPhone-on is. Ezek többé-kevésbé már játszható játékok voltak, de sajnos egyik sem fejeződött be. És 2 évvel ezelőtt akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi az a nagyon-nagyon egyszerű dolog, amit tényleg be tudok fejezni, és akkor jött az ötlet, hogy legyen egy tilitoli puzzle. Ez tényleg annyira egyszerű, hogy simán be lehet fejezni, belátható időn belül. Na most beleestem abba a hibába, hogy ebből hirtelen kalandjáték lett. Nem ijedtem attól függetlenül meg a kihívástól, a feladattól. El is kezdtem ezt a játékot, elég sok minden el is készült belőle. Tehát több puzzle már működött, elég sok objektum elkészült, modellek, sőt, odáig mentem, hogy már animátikusja is volt ennek a játéknak. De most itt tartottam 2 hónappal ezelőtt, amikor is szembesülnöm kellett azzal, hogy volt egyetlen egy probléma, amit mindig átcsúsztam. Akárkit ültettem le ezzel a tilitoli játék elé, mindenkinek az volt az első reakciója, hogy gyerekkoromban ezt nagyon utáltam, sose tudtam kirakni. De most úgy nekelni egy játéknak, hogy már megvan az a negatív felhang, ez egy elég rossz. Ezért közben, hát ugye mindenki mérges volt, nem tudom már az elején, ezért amolyan side projektként nekiálltam kísérletezni mással. Elkészült jött egy olyan ötlet, hogy akkor megpróbálkozok más kis játékunkkal, nagyon egyszerű ötletekkel. És Blender Game Engine-ben össze is kaptam a Turnitonnak az első prototípusát, ahol is megkaptam az első pofont, illetve hát ez pozitív pofon volt, ugyanis bárki, aki leült elé, az rögtön azzal jött, hogy fúkófok lehet jobban, hogy ez mennyire jó. Hát én itt ismertem fel azt, hogy nekem sajnos hiába van benne 2 év fejlesztés ebben a kalandjátékban, amiből az előbb láthatok sotokat. Nincs értelme tovább csinálni, hanem sokkal inkább egy olyan irányba kellene mennem, amit szeretnek mások. Ezért is kezdtem el a Turnitont, aminek az alapötlete az a matatófal. Hogyha jártatok különböző áruházakban, ahol a gyerekeket egy kicsit le kell kötni, akkor biztos, hogy belefutottatok már ebbe. Most mivel nekem ebben a DLC-ben már van 2, ezért egy ismerős volt a dolog. Hát ugye különböző gombokat lehet nyomni, amiről a Turnitón is szól, lehet tekergetni dolgokat, tépőzárat szétszedni, stb. Stb. És azon gondolkodtam, hogy miért ne lehetne felnőtteket is csinálni valami hasonlót. És hát így született meg maga a Turnitón, ami, mint mondottam, akár kiült elé, ez a gyereki reakció, ez a zsigeri reakció rögtön jött, hogy lehet nyomni, hogy ez mennyire jó. Na ez volt 2 hónappal ezelőtt, jelenleg a játék körülbelül úgy néz ki. Ne ítéljetek meg most még abból, hogy pontosan hogy néz ki, mert még nagyon sok után előtte. Szerintem most már egy játszható, kipróbálható verzió, de még messze van a véglegestől, hát itt most láthatok belőle egy-két képet. Az egésznek annyi a lényege, hogy különböző kofokkal, karokkal, tekerentjükkel ki kell találnotok azt, hogy mi van a dobozban, mi a mögöttes mechanika, amivel az egész működik.
Most már került bele egy kis cutscene animáció is, ezt láthatjátok. Illetve tervben vannak véve még további szettingek. Tehát amit most itt ki tudtok majd próbálni, az, az a sárga irányított, az előbb láttatok. Ehhez képest most már készült egy következő szetting, ez sajnos még nem került be a játékba, ez egy kicsit ilyen steampunkosabb lesz. Itt más mechanikákat enged majd meg a mechanika, más mechanikát enged meg majd a setting. Itt mindenféle dolgokat lehet majd tekergetni, különböző csövekben folyó folyadékokkal lehet majd játszani, stb. Jelen pillanatban angolul kommunikál a játék, de majd szeretném szépen lokalizálni, mert mindenféle más nyelvekre is. Illetve most még a hangok is nagyon kezdetlegeseket a freestyle-dalokról lesz, tehát egy-két hangban benne. A zenék azok már sajátok, de azok sem véglegesek. Viszont ezt a logót, amit itt láttok, többeknek már biztos volt is valamit. Aki a Witcher 3 hangjait úgy ítélte meg, hogy jó, vagy a Project Cars 2-nek a hangjait úgy ítélte meg, hogy jó, annak szerintem nem lesz problémája a hangokkal ebben a játékban sem, ugyanis ugyanaz a hangnemet is fogja készíteni, és kattanásokat, illetve a zenét is. És igazából egyet szerettem volna most elmondani, nagyon örülnék, hogyha jönnétek és kipróbálnátok a játékot. Köszönöm szépen!